A mai videóban 10 érdekes és egyben hasznos információt fogunk átnézni a C-vitaminnal kapcsolatban. Szeretettel köszöntök mindenkit! A C-vitamin az egyik legfontosabb vitaminunk, sokan ismerik, sokan szedik. Ennek ellenére nagyon sok téves információ forog a köztudatban vele kapcsolatban. Ezt próbálom most tisztázni. A kereskedelmi forgalomban lévő C-vitaminnak nevezett termékek 95%-a, aszkorbinsavat, misavat tartalmaz, amit kukorica keményítőből és kénsavból állítanak elő. Sem a kukorica keményítő, sem a kénsav nem tartalmaz eredendően C-vitamint, tehát már csak ebből a tényből kiindulva sem lenne szabad elhinnünk a továbbiakban, hogy az aszkorbinsav az C-vitamin. A természetben a növényekben a C-vitamin egy élő molekula, melynek az aszkorbinsav csak a külső burka, ami az antioxidáns hatásáért felel. A C-vitamin a természetben élő állapotában tartalmaz bioflavonoidokat, rutint, amelyek például a C-vitamin érfallal kapcsolatos hatásaiért felelnek, van benne egy úgynevezett J-faktor, ami a C-vitamin oxigén szükségletre való hatásaiért felel, van benne K1-vitamin, ami a C-vitamin véralvadással és vérzéssel kapcsolatos hatásainál játszik jelentős szerepet, és van benne réz enzim is, ami többek között a C-vitamin kollagénre való hatásaiért felelős. Az aszkorbinsavat csak azért nevezték el C-vitaminnak, mert az elején, miután felfedezték, a kutatók keresték a módszert arra, hogy hogyan tudják nagy mennyiségben, olcsón előállítani. És a kutatás során rájöttek, hogy nem tudják. Nem tudják előállítani az egészet, csak az aszkorbinsav részét. Így nevezték el végül az aszkorbinsavat C-vitaminnak. Tehát itt az első pontban az az üzenetem, hogy az aszkorbinsav nem C-vitamin, és hiába szedjük az aszkorbinsavas kapszulákat, tablettákat, azok nem tudnak sokat javítani a, az egészségi állapotunkon, mert az aszkorbinsavas kapszula, tabletta vagy liposzómás folyadék csak a C-vitamin egy részét az aszkorbinsavat tartalmazza, és nincsen benne a C-vitamin többi összetevője, azok, amelyek a C-vitamin legtöbb pozitív élettani hatásaiért felelnek. Fontos tudnunk, hogy a C-vitamin és a glükóz, tehát a cukormolekula hasonlítanak egymásra. Ezért is tudják mesterségesen az aszkorbinsavat kukorica keményítőből előállítani, ugye a keményítő is cukor, poliszaharid, tehát több cukormolekula összerendeződése. Ezért, amikor magas szénhidrát, magas cukortartalmú ételeket fogyasztunk, magas C-vitamin tartalmú ételekkel együtt, nagyon kevés C-vitamin hasznosul csak a szervezetünkben, mert a cukor agresszívebb, és a testünk azt fogja először felhasználni, így a C-vitamin hasznosítására már úgymond nem jut energia. Tehát magas C-vitamin tartalmú ételeket célszerű teljesen külön fogyasztani más ételektől, például étkezés után két órával, vagy étkezés előtt fél órával. Abban a videómban, amit a, az ételfogyasztási sorrendről készítettem, ott beszéltem arról, hogy zöldleveles zöldségekkel, vagy erjesztett zöldségekkel kezdjük az étkezést, tehát magas rost tartalmú ételekkel, mert így jelentősen csökkenthetjük az inzulin választ a szervezetünkben. Most nem csak ezért fontos velük kezdeni az étkezést, de azért is, mert ugye a zöldleveles zöldségekben, vagy az erjesztett zöldségekben, például a savanyú káposztában, jelentősen mennyiségű C-vitamin is található. És így a C-vitamint időben külön visszük be a magas cukor vagy magas keményítő tartalmú ételektől, amelyeket esetleg a létkezés során később veszünk meg. Tehát a C-vitamin így a zöldségekből nagy arányban tud hasznosulni. Én az őszi időszakban általában savanyú káposztával kezdem az étkezést, tavaszi nyári időszakban pedig zöldleveles zöldségekkel, leveles kellel, rukkolával, reszelt káposztával. A legjobb C-vitamin források a zöldszínű zöldségek, a savanyú káposzta, a paprika félék, fekült, ugye a sárga paprika, a bogyós gyümölcsök és a citrom. A zöldszínű zöldségeken belül a top 5 a káposzta, a leveleskel, a bokcsoly vagy pakcsoly, a mustárlevél és a borsó. Sok van egyébként a brokkoliban és a kelbimbóban is, csak ugye ezeket hőnek kell kitenni a fogyasztás előtt, a hő pedig gyorsan megöli ugye a C-vitamint. Citrom esetén természetesen az a citrom, amit otthon frissen préselünk, tehát a citromlé, illetve a citrom hiában magas koncentrációban van C-vitamin, tehát alapos mosás után azt is le lehet darálni mondjuk egy turmixba. Ha étrend kiegészítőként szeretnénk pótolni, olyat keresünk, amely étel alapú összetevőkből áll, például bogyós gyümölcsökből, mint az acerola, a kamukamu -kamu vagy a bogyó. A három leggyakoribb és általában a legelső tünet, amiből felismerhetjük a C-vitamin hiányt, az a vérző fogény, az állandó fáradékonyság és a gyakori vírusos, illetve baktériális megfázásos náthás megbetegedés. A fogény azért vérzik, mert a C-vitaminnak fontos szerepe van az érfalak, megerősítésében, elsősorban a C-vitaminban lévő bioflavonoidok. A visszahúzódó fogin is jelzi egyébként a C-vitamin hiányt, mert a fogin felépítéséhez, ahogy a bőrhöz is, ugye kollagén kell, a kollagénhez pedig C-vitamin. A hat leggyakoribb rejtett tünet, amiről nem is gondolnák, hogy C-vitamin hiány, az az áteresztő szindróma, a folyamatos lehangoltság, depresszió és rossz kedv, a hipohondria, amikor ugye beképzeljük, hogy Mindenféle betegségünk van, a vérszegénység, a száraz haj és a gyakori légszomj. Az áteresztő bélszindróma az valójában a bérrendszernek a skorbutja. Mivel az áteresztő bélszindróma az alapok az altruimun betegségeknek és az étel allergiák többségének is, ezért azt is elmondhatjuk, hogy alapjaiban ezek a betegségek mind súlyos C-vitamin hiányjal járnak ha szedted és szeded az aszkorbinsavat, és mégis van allergiád, vagy valamilyen autoimmun betegséged, láthatod, hogy az aszkorbinsav nem sokat ér, nem mérsékli érdemben az áteresztő beled. A hatodik hasznos tudni való a C-vitaminról, hogy a hő, illetve a fény hatására viszonylag gyorsan megsemmisül. Tehát a bolti narancslével, vagy citromlével, vagy bármilyen más itallal, amire rá van írva, hogy C-vitamin tartalmaz, Valójában semmiféle C-vitamint nem tudunk bevinni, mivel pasztörizálták, tehát ki van téve erős hőnek a gyártás során. Ugye azért írhatják rá, hogy C-vitamint tartalmaz, mert a hőkezelés után hozzáadják a fals C-vitamint, az aszkorbinsavat. Sokan nem tudják, hogy a vitaminok valójában mit is csinálnak a szervezetünkben, mi a feladatuk. A vitaminok, kofaktorok, elengedhetetlen molekulák az enzimek hatásainak kifejtéséhez, tehát az enzimek nem tudnak nélkülük működni. A C-vitamin 15 enzim működéséhez szükséges. Amikor alacsony a C-vitamin szint a szervezetünkben, akkor a test a rendelkezésre álló C-vitamint átcsoportosítja csak az életben tartáshoz szükséges enzimekre. Ezért van az, hogy egyeseknek egyféle C-vitamin hiány tünete van, másoknál pedig más probléma jelentkezik. A következő tudni való, hogy ha az ascorbinsav nem C-vitamin, akkor mégis miért segíthet mondjuk a téli időszakban megfázás és influenza alatt. Azért hat a vírusos jellegű betegségekre, mert az ascorbinsav egy erősen savas vegyület, tehát savasító hatással van a gyomorra. És ha a gyomorban fokozódik a sav termelődés, az fokozza a fagociták aktivitását, tehát magasabb fokozatra kapcsolnak a falósejtek. A fagociták fontos szerepet töltenek be az immunrendszerünk működésében, a beteg és az ellenséges sejteket egyaránt megtámadják és felfalják. Ugyanilyen savasító hatást érhetünk el például almácettel is. Tehát az aszkorbinsav leginkább úgy hat csak az immunrendszerre, hogy savasítja a gyomrot, és ezzel stimulál egyes immunsejteket. De ugyanezt elérhetjük bármilyen más savasító étellel is. Ha túl sok aszkorbinsavat fogyasztunk hosszú távon és nagy mennyiségben, akkor ez az antioxidáns, az aszkorbinsav, prooxidánsá, azaz szabad gyökké változik. Szerintem a jövőben lesz majd egy olyan, amikor tele fogják a médiát, hogy a C-vitamin nem jó, mert oxidáció, tehát betegséget okoz a szervezetben, amikor majd ezt a tényt több kutatással is megerősítik. Mert már vannak ilyen kutatások, hogy a C-vitamin az szabad gyökké változik de ugye nem a valódi C-vitamin, hanem a fals C-vitamin az ascorbinsav. Természetesen, természetesen ez is egy nagy átfelés lesz, mint sok más, mert hát nem fogják hozzátenni, hogy nem a teljes C-vitaminról, hanem csak az ascorbinsavról van szó. A természetben az élő ételekben lévő C-vitamin, a valódi teljes értékű C-vitamin semmiféle oxidációt nem okoz, sőt, kulcsfontosságú az oxidáció mérsékléséhez. Ha a testünkben nullára csökken a C-vitamin szintje, meghalnák. És végezetül a tizedik érdekes tény a C-vitaminról, hogy a stresszel, az idegrendszerrel, a hangulatunkkal kapcsolatos legfőbb hormonjaink és neurotranszmittereink számára a C-vitamin kulcsfontosságú mikrotápanyag. A C-vitaminnak az egyik legnagyobb koncentrációja a mellékvesékben található. A mellékvesék állítják elő az adrenalint, a noradrenalint, a kortizolt és az aldoszteront. A c vitaminra szükség van a mellékvese hormonok előállításához, és értelemszerűen, ha a mellékvesék fokozott aktivitásra vannak foglalva, tehát sokan lelki vagy a fizikai stressz, sok az izgalom, fokozott mennyiségű C-vitamint használnak. A C-vitamin a dopamin, béta hidroxiláz enzim kofaktorok is működik, amely a dopamin noradrenalinnal alakítja, tehát a pozitív hangulatunkért, a motivációnkért és az ébrenlétünkért felelős fő hormon működésében is kiemelt szerepe van. Mindezekből levonhatjuk azt a következtetést, hogy az ingerültség, a feszültség, a szorongás, a rossz hangulat, az alkalmazkodási képesség romlása, a motiválatlanság és az álmosság fáradtság is minden bizonyal jelzi, hogy alacsony a C vitamin szintünk. Köszönöm, hogy végignézted a videót. Ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedvesd és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled.